Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A wimbledoni torna előtt Nyíregyházán készült Fucsovics Márton. Három nyíregyházi atléta utazott el a bulgáriai csapat Európa-bajnokságra. Díjazták a megyei labdarúgó-bajnokságok legjobbjait. 27. aranyérmét szerezte meg a Piremonese az ülőröplabda-bajnokságban. 237-en álltak rajtkőre a Szabolcs túrsorozat záró rendezvényén. A Bratislava Monarchs ellen lép pályára az elődöntőben a Nyíregyháza Tigers. Néhány napot Nyíregyházán töltött Fucsovics Márton. A világranglista 165. helyén álló nyíregyházi teniszező pénteken elutazott Londonba, hétfőn pedig pályára lép a wimbledoni bajnokság selejtezőinek első körében. Őszintén megmondom, nem vagyok teljesen megelégedve magammal, jobb eredményeket vártam az év elején. Kevés pontot kellett védenem, éppen hogy egy pár pontot tudtam hozzátenni a tavalyi évhez. Sikerülhetett volna jobban, de remélem, hogy a második fél év jobban fog sikerülni. Volt két Grand Slam verseny, ugye egy főtállabályi jutás az áttörés jelenteni számodra is valamilyen szinten, mi hiányzott ehhez? Szerintem egy kis szerencse, meg még egy kis rutin. Most Wimbledonba remélem, hogy sikerül majd feljutnom a főtáblára. Melyik a kedvenced a négy Grand Slam torna közül? Ugye Wimbledonban volt a junior bajnok. Persze Wimbledon a kedvencem. Szeretek füvön játszani, szeretem azt a gyors játékot, úgyhogy azt fekszik nekem a játékomhoz. Lehet-e már tudni valamit a sorsolásról? Nem, majd csak egy nappal előtte, ugye hétfőn kezdődik a verseny, és vasárnap lesz meg a sorsolás. Az elmúlt két Grand Slam verseny, ugye Ausztráliában és Franciaországban is voltak olyan nagyon fiatal teniszezők, akik el tudtak kapni egy-egy nagy nevű játékot. Szerinted mi múlik ez? Ez mindig benne van a pakliba. Gyakorlatilag az első 200-ban mindenki ugyanolyan szinten tud teniszezni, ugyanolyan jól játszik. Itt a mentális dolgok szoktak dönteni inkább. Három meccset kell nyerni az, hogy főtáblára kerül, lehet rangsort tenni a három meccs között, hogy melyik a legkönnyebb, melyik a legnehezebb? Nem, ez mindig változó szokott lenni, szerintem minden meccs nehéz. Tavaly is az első körben háromszorban tudtam nyerni, a második körben kétszerben tudtam nyerni, és a harmadik körben pedig háromszorban kaptam ki, úgyhogy ezt nem lehet tudni. Szoktad figyelni egyébként, hogy akik feljutnak vele szemben a főtáblára, meddig jutnak? Persze, mindenkit figyelemmel szoktam kísérni. Valakinek velem egy idősek közül is egy-két kör tudott menni a főtáblán, úgyhogy most nekem is az a cél, az a következő lépés. Mivel eltelik el ez az itthoni néhány nap? Edzések és feltöltődés. Lehet-e tudni az év második felének a programjáról valamit, majd Wimbledon után foglalkoztok vele érdemben? Wimbledon után még egy pár salakos versenyen fogok játszani, Challenger torna és ATP torna vegyesen, majd augusztusban a kemény pályás tornák, illetve a US Open lesz. Három versenyző, Bakosi Péter, Ónodi Dávid és Kerekes László, valamint Bakosi Béla edző képviseli a nyíregyházi színeket a hétvégén a bulgáriai csapat Európa-bajnokságon induló magyar válogatottban. Palásti Luca is bekerült a csapatban, a 4x400-as váltótagjaként. Eredménye alapján ott is lenne a helyem, sőt még én egyéni 400 méter lefutására is alkalmasnak tartom. De hát sajnos az érettségi miatt nem tud kiutazni, de rám még várnak nagy feladatok, hiszen jövő héten a junior magyar bajnokság lesz, utána pedig junior Európa bajnokság, ahova a szintet remélem megfutja. Mi az elvárás a három versenyzővel szemben a Magyar Atlétikai Szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum részéről? Részemről természetesen az, hogy úgy képviseljék a Nyíregyházi Sportcentrumot, városunkat, hogy szégyen ne hozzanak ránk, tehát a tudások szerint a lehető legjobbat hozzák a versenyen. A Magyar Atlétikai Szövetség is ezt várja, hogy eddig formájukat megtartva jó eredményekkel szerepeljenek, hiszen az a cél, hogy a magyar csapat visszakerüljön a felső ligába, és ott a legjobbak között versenyezzen majd. Minek köszönhető ez a feltűnően sok jó eredmény, amit az idén elértek az atléták? Az élsport igazgatóság lehetővé tette, hogy ezek a versenyzők, akik a legjobbak között vannak Magyarországon, illetve hát most már nemzetközi szinten is ott vannak, megkapják mindazt a lehetőséget, amit meg kell kapni a felkészüléshez. Tehát edzőtáborok, külföldi edzőtáborok, táplálékkiegészítők, és minden egyéb, ami a orvosi háttér, ami a felkészüléshez szükséges, és ebben az évben nem kevés
pénzt fordítottunk arra, hogy a lehető legjobb körülmények között készüljenek föl, hiszen Dél-Afrikától kezdve Horvátországon keresztül, Portugálián át, Németországig mindenhol edzőtáboroztak versenyzőink. A nyíregyházi különítményből te leszel a számhalmozó, hiszen 100-on, 200-on, 400-as váltóban is rajthozálsz. Nagyon jól alakult eddig a szezonod. Milyen reményekkel utazol Bulgáriába? 100-on, 200-on, 400-on fogok indulni. Hát mind a három számba szeretnénk az egyéni csúcsom közelébe teljesíteni. Minek köszönhető ez a jó tavasz és most már nyár eleje? Egy sikeres felkészülés van hátam mögött, sérülésmentes, illetve a felkészülésem alatt sikerült kiutaznunk Horvátországba egy 10 napos edzőtáborba, és úgy gondolom, hogy ennek köszönhető a mostani jó formám. Egy hosszabb sérülés miatti szünet után kezdted el ismét a versenyzés, legutóbb már 2017-et ugrott, ez azt jelenti, hogy most már minden rendben? Most már ugye kezd alakulni a dolog, még bajodok egy pici sérülésre, de már az edzéseket meg tudom csinálni 100%-ra. Még a verseny azért látszott, hogy neki futásom nincs, ugye ezzel egy kicsit el vagyunk késve, de megpróbáljuk az EB-ig összerakni az egészet. A hétvégén Európa Kupa csapat, Európa Kupa verseny lesz Bulgáriában, ott milyen céllal indulsz? Legalább egy 2-20 környékén kéne ugranom kint, hogy a csapatnak azért jó pontot tudjak szerezni. Hát én is reménykedek, hogy egy 2-20 környékén fogok tudni ugrani, mivel a hétvégén is azért látszott, hogy jó formában vagyok, a 21 is nem sokon múlott. Még egy kicsit a nekifutáson kell javítanom, meg egy kis erőléti dolgok vannak még hátra. Ebben a szezonban egy jó fél métert javult az eredményed, és ezzel be is verekedted magad a magyar felnőtt válogatottban. Minek köszönhető ez a javulás? Az edzői odafigyelésnek, továbbá voltunk több edzőtáborba idén, ott is többet tudtam készülni, mint itthol, ugyanis edzőtáborokba kettőt tudok edzeni, egy nap itthol nem érek rá csak egyet edzeni. A hétvégén Bulgáriában csapat Európa Kupa, milyen reményekkel, esélyekkel utazol? Őszintén megmondva nem ismerem az ellenfeleket, én magamhoz képest szeretnék jól teljesíteni, egyéni csúcsot szeretnék újra dobni, úgy érzem bennem van. Közel 1400 érem, 85-ös jellegi 150 labda talált gazdára a megyei futballbajnokságokat záró hagyományos ünnepségen, aminek a megyeháza díszterem adott otthont. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hány csapat verseny ez az igazgatóság égisze alatt? 130 csapat jelenleg, 3 csapatunk visszalépett, hát természetesen az összes ifjúsági csapat, ami mögöttük van, illetve hát a női csapatok közül is sokan. Országos szinten ezzel a részszámmal hol állunk? Jelen pillanatban a harmadik legnagyobb megye vagyunk, Győr, Sopron, illetve Pest megye után. Egy-egy hétvégén hány embert mozgat, meg gondolok játékvezetőkre, ellenőrökre, a futballistákon kívül egy forduló? Gyakorlatilag itt a meccs számokat beszorozok, tehát ilyen 5-10 ezer ember körül mozog meg az ember szám, szerint egy hatalmas mennyiségű, persze az ifjúsági játékosok is benne vannak. Biztosan történt valamilyen értékelés, a színvonalról mit lehet mondani, történt előrelépés az elmúlt évekhez képest megyei szinten? Elemeztük a többi szakemberét, illetve az edzőkkel, mindenki azt mondta, hogy előléptünk. Színvonalasabb bajnokság volt. Hát sajnáljuk, hogy feljebb nem tudtunk most adni csapatot, hogy NBA-ban valaki fölkerült volna, de bízunk benne, hogy az elkövetkező időben ezt meg fogjuk tenni. Ugye a holt szezon a adminisztráció számára nem rend pihenés, mivel telnek majd a következő hetek? A versenykírásunk az még nincsen teljesen elfogadva, ezen dolgozunk még, hát illetve készülünk a következő bajnokságnak, szeretnénk egy-két dolgot változtatni, bízunk benne, hogy ezt hamarosan ki tudjuk hirdetni majd. Milyen célra vágott neki a Tüzsér a 2014-15-ös szezonnak? A legjobb szerepre is szerettük volna kihozni, a legjobb helyezést elérni, amit csak lehetett. Természetesen a legfontosabb célunk közösségünket otthon, hazai pályán kiszolgálni, aztán egy szép futballt játszani. Mikor került képbe a bajnok, ezért mikor kezdtétek elhinni, hogy meg lehet nyerni a bajnokságot? Talán a fél szezonnál, amikor úgy is fordultunk, akkor reálisnak tűnt az, hogy a sorsolásunkat is figyelembe véve, hogy a végelszámolásnál ott tudunk lenni mondjuk az elején, a riválisainknak lényegesen nehezebb volt a sorsolása a felejétől a végéig, és így azért titkon reméltük. Jelentette valamilyen nyomás, hogy azért végig szoros volt a tabella eleje? Elsőnek mindig nehéz lenni, mert ugye mindenki az elsőt akarja megverni. De én azt mondom, hogy minden meccsel szerintem teljes odaadással játszottak a fiúk, maximális hozzáállással, úgyhogy én azt mondom, hogy minden meccsel úgy mentünk fel, hogy győzni szeretnénk, mennyi. Nem vállaltátok a magasabb osztály, szóval sem került, hogy esetleg elindul a csapat az NB3-ban? Volt róla szó az elnökség körébe, de mérlegeltük a lehetőségeinket, és maradunk a realitás talaján. Ez a megyes osztály, ahol sok olyan csapat van, akivel nagyon éles meccseket játszottunk évek óta, közönséget érdekli, idegenből eljönnek a szurkolók megnézni a meccseket. Szerintem ez mindenképpen többet ér, mint
a fél országot körbeutazni. Várható-e valamilyen változás a csapatban, vagy együtt tartjátok a bajnoki csapatot? Nagyon szeretnénk együtt tartani, az első beszélgetések persze megvoltak, senki nem jelentette egyelőre még be távozási szándékát, de holnapi nap zárjuk le az érem átadással majd a bajnoki évet. Mert azt mondani, hogy a Sényő rajtcél győzelmet aratott a rakamasztakarék csoportban, ezzel a célról is vágtatott neki a szezonnak az elmúlt év őszén. Így igaz, ezzel a célra vágtunk neki az elmúlt év őszén. Úgy igazoltunk játékosokat, hogy úgymond cson nélkül megkenjen a bajnokságot, ez azt hiszem, hogy sikerült is, és ennek folytatása lesz, mert vállaljuk a megyei osztályt, és ott szeretnénk folytatni egy ugyanolyan, ha nem is ilyen, de egy jó eredményt szeretnénk ott is elérni. Azt mondják, hogy minden osztályban, bármilyen osztályban nehéz bajnokságot nyerni, volt esetleg nyomás a csapaton az elvárások miatt? Minden osztályban nehéz bajnokságot nyerni, olyan nagy nyomás annyi volt, hogy az ellenfeleket le kellett győznünk. Azért az eredmények mutatták főleg a tavaszi szezonban, hogy magabiztos volt a csapat, és utána se sokat hibáztunk, mert ha jól emlékszem, 4 döntetlen volt, vereség nem is volt, úgyhogy így magabiztosan nyertük még egyszer mondom a bajnokságot. Milyen erősségű volt a csoport? Úgy mondanám, közepesnek, mert volt ott elején 3-4 csapat, aki erősebb, a többi ilyen egyforma csapat volt, és igazán a pályával kellett néha megbírkoznunk, az ellenfelek lelkesek voltak, amíg erővel bírták, de mivel mi a felkészülésben, meg az edzés létszámban valószínűleg előttük jártunk, ez is meghatározó volt a bajnokságban. Te úgy döntöttél, hogy a megyei első osztályban nem ülsz a kispadra, miért? Én már elég régóta edzősködöm, meg elég régóta futballozom, kicsit szeretnék a családnak is szentelni, mert azért reggel 8-tól este 8 óráig ugyanúgy edzések, munka mellett csinálni, egy kicsit úgy belefásult az ember, és most úgy döntöttem, hogy egy kis pihenőre lenne szükségem. Menjünk egy picit vissza az időben, milyen célokkal vágott neki a Gyulaháza 2014-15-es szezonnak? Természetesen, mivel az előző bajnoki szezont a második helyen zártuk, így egyértelmű volt a cél előrébb lépni, tehát az első helyet szeretük volna kiharcolni. Mi hiányzott hozzá azon a 2 ponton kívül, amivel többet gyűjtött a Máté Szalka? Első meglepetés akkor ért, amikor a csoportunk teljesen átalakult, és 2 úgymond bajnok esélyes került a csapat, vagy csoportunkba, ez Vásáros Nemény és Máté Szalka volt, ez már rögtön nem kis mértékben nehezítette az eredeti tervünk végrehajtását. Én úgy gondolom, hogy messze a legnívósabb, a legszorosabb, a legkomolyabb bajnokságot produkáltuk az össz megyei csoportokat, osztályokat figyelembe véve, hiszen mindössze 2 pont lett a végkifejletben a hátrányunk, tehát ha Máté Szalkai mérkőzés 94. percében, indokolatlan hosszabbításban nem kapunk egy olyan gólt, amit kaptunk, akkor most mi örülhetnénk, és valószínű, hogy mi nyerjük a bajnokságot. Tehát ilyen piti jáner semmi múlik tulajdonképpen. 27. aranyérmét szerezte meg az ülőröplabda bajnokságon a Piremon SE. A csapat edzőjét, Raska Gyulát kinevezték szövetségi kapitánynak, így a válogatott az ő irányításával kezdve a felkészülés a szeptemberi Európa bajnokságra. Sikerült elérni a kitűzött célt, megszerezte a bajnoki címet a Piremon SE, de mielőtt az utolsó tornáról beszélnénk, beszéljünk egy picit a szarajevói tornáról, ahol szintén részt vett a csapat, és amely egyben az vélemények szerint a világ legrangosabb ülőröplabda tornája. Hogyan szerepeltetek, milyen légkörben játszottatok? Az év legrangosabb tornáján vettünk részt, ahol mondhatni azt, hogy a világ 10 legjobb csapata részvételeve zajlott. Itt nem csak klubcsapatok, hanem válogatott csapatok is részt vettek, olyanok, mint a brazilok, oroszok, akik olimpián tulajdonképpen harmadik, negyedik helyezetet értek el, és számos klubcsapat, akik a világ elitjébe tartoznak. 2 csoportos küzdelem volt, 10 csapat volt, mi egy elég nehéz ágra kerültünk, hiszen a bosnyák csapat, az Oki Fantomi, aki a bosnyák válogatottnak adja 90%-át, többszörös világbajnok, olimpiai bajnok csapat, azon az ágon kerültünk. Ettől függetlenül kicsi szerencsével, illetve egy pici jobb odafigyeléssel 4 közé kerülhettünk volna, hiszen az első nap megvertük a horvát válogatottat, kikaptunk az Oki Fantomitól, illetve az amerikai válogatottal játszottunk egy kiki meccset a 4 közé kerülésért. Ott döntőszedbe 10-8-ra is vezettünk, már ott egy rossz állásba beragadt a csapat, így kikaptunk, maradtunk a 7.-8. helyért. Másnap a holland válogatottat le is győztük 2-1-re, egy szenzációs játékkal, egy 14-11-ről egy 4 mérkőzés labdát hárítva
sikerült őket megverni. Tudni kell, hogy a másik ágon ők megverték az olimpiai bronzérmes orosz válogatottat, tehát azt gondolom, hogy erőben egy picit, ha fejlődnünk és ott lettünk volna, még jobb rákészüléssel, felkészüléssel, szerintem nagy meglepetést okozhatunk volna. Világ legjobb csapatai ellen játszottatok, le tudtátok mérni, hogy hol tartanak ők hozzánk, vagy mi hozzájuk a körülményekbe, a felkészülésbe és a játékba? Le tudtuk mérni. Én azt gondolom, hogy nem szaladt el annyira a nemzetközi mezőny mellettünk, mint amennyire gondoltuk, hiszen egyénileg játéktudásban felvettük velük a harcot. Én azt gondolom, hogy felkészülésben, illetve körülményekben nagyon-nagyon messze járnak tőlünk. Rendkívül profi stábbal, hatfő stábbal érkeznek, egy héttel előtte ott vannak, mindenki repülőgéppel érkezik. Mi tulajdonképpen 14 órás út után játszottunk pénteken, és, vagy szombaton, és én azt gondolom, hogy a körülményeket összevéve a játékosok mindent megtettek, akik munka után edzenek, tehát igazából nem azok a feltételek, mint a profi csapatoknál és azoknál a gárdáknál, akiknél valóban komoly célokat tűztek ki. Következett a bajnoki döntő harmadik tornája, amelyet szintén veretlenül hoztatok, viszont talán a három közül ez volt a legnehezebb. Igen, ez volt a legnehezebb, hiszen egy picit benne volt az út még a srácokban, a fásultság, a fáradtság. Múlt héten nem is edzettünk emiatt, hiszen nagyon fárasztó volt a szarajevói út. 2-3-2-re nyertünk, és 1-3-0-ra nyertünk. Egyetlen egy győzelem elég volt már a bajnoki címhez, így a 27. aranyérmet is megszereztük. És hát nagyon mozgalmas, izgalmas 14-15 hónap előtt áll a csapat, hiszen kineveztek szövetségi kapitánynak, a válogatott gerincét a Pireon esélye adja, és ugye a jövőre olimpia lesz Rióban. Hál' Istennek elég nagy sikert értünk el, már csak azzal is, hogy sikerült nevezni a szeptemberi Németországi Európa-bajnokságra. Itt ezt tudni kell, hogy a csapat 90%-át gerincét a Pireon esélye adja. Itt most egy komoly felkészüléssel én azt gondolom, hogy esélyünk lehet a riói olimpiára. Nem mondom, hogy feltétlenül ott is leszünk, de esélyünk lehet, hiszen jövőre rendeznek még egy pót kvalifikációs tornát, ami egy kedvező, egy szerencsés sorsolással akár oda is kerülhetünk. És egy júniusi hónapot most pihenéssel töltjük, aktív pihenés mindenkinek. Július, augusztus és szeptemberben kőkemény felkészülés, edzőtáborok, illetve próbálunk ráhangolódni a nemzetközi tornára. Gondolom azért egyeztetek a szövetségben, megkapjátok-e azt a támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy a csapat elérje a célját? Igen, abszolút pozitívan áll most mind a szövetség, mind a Paralimpiai Bizottság a csapathoz. Elindultunk azt gondolom, hogy egy nagyon jó úton, és abszolút támogatják a csapatot mindenféleképpen, tehát úgy anyagilag, erkölcsileg és mindenről biztosítékot adtak, hogy megfelelő felkészülést végig tudjuk csinálni a nyáron. A második helyen végzett az NB2 északkeleti csoportjában a kisvárdai női kézilabda csapat, de jelenállás szerint ősszel az NB1B-ben indulhat az együttes. A távlati cél pedig az élvonalba kerülés. Az elmúlt évben szakmai igazgatóként felügyelte a kisvárdai kézilabda utánpótlást, de azért figyelte gondolom a felnőtt csapatokat is. Milyen szezon zárt a sporták Kisvárdán? Én azt mondom, hogy mindenképpen udvariasság nélkül előre léptünk. Erősödik az utánpótlás, a hátország, különösen a lányvonal. Egész sűrű a szakmai háló, ha azt mondom, hogy egy-egy korosztály föl van töltve, nem csak létszámban, hanem minőségben is, fiúknál is, ott még egy kicsit likacsosabb, de azon vagyunk, hogy sűrűbb legyen. A felnőtt csapat nagy reményekkel indult a női, hogy megnyeri a bajnokságot. Talán egy picit a sorsolás és egy kicsit a szerencse elpártolt, sok sérülés volt, másodikok lettek. A fiúk egy több hazai játékosra alapozva, néhány külsőssel egy igazi stabil középcsapat szinten végeztek. Volt NB1-es női csapata is Kisvárdának valamikor, amelyek többek között ön is volt az edzője. Kimondatlanul beláthatja időn belül ismét az élvonal a cél Kisvárdán. Mikorra érhet be az a munka, amit elkezdtek? Ezért jöttem ide, vagy ezért hívtak ide. Én úgy gondolom, hogy ha most szerencsék van, és tudunk indulni nőkkel a másodosztályba, egy nyugodt bennmaradást tervezünk, de már a játékos keretünk kialakításába, különösen a külső erősítésekbe olyanokat fogunk idehívni, vagy hívunk, akik adott esetben magasabb szinten is megállják helyüket, és várjuk a hátországnak, a mi gyerekeinknek a
feljövetelét, akik minél előbb kerüljenek a kispad, esetleg a pálya környékére. Fiúknál gondolom ez a szint marad. Fiúknál én úgy gondolom, hogy tehát van itt egy sportszerű szó, meg nem támadási szerződés, ott előrelépést inkább Nyíregyháza próbálkozik és teszi meg. A női vonalon talán a korábbi hagyományokhoz híven a Kisvárda. De hát a sport az mindig a labda kerek. Reméljük, hogy mindkét állam majd valamikor megvalósul. Egyébként fiú-lány szinten mennyien kézilabdáznak Kisvárdán? Sokan és egyre többen. Tehát itt most közel 200 gyerek van, akik egészen a szivastól a juniorokig tevékenykednek. Serdülő felsőházi rájátszásba vettünk rá, diákolimpiai megyei bajnoki címeink vannak most, és úgy gondolom, hogy népszerű. Több családban hétvégén az egyik program az, hogy a gyerek megy sportolni, a szülők kísérik és szurkolnak. Az elmúlt vasárnap Nyíregyházán rendezték meg a Szabolcs túl úszóverseny sorozat zárófordulóját. A Sóstai strandon 12 egyesület 237 fiatal úszója állt rajtkőre. Elkészülni! A Szabolcs túl sorozatot annak idején arra találtuk ki, hogy a kezdő versenyzőink, illetve a B-kategóriás versenyzőink lehetőséget kapjanak a versenyzésre. Az egész megyét felüleli, de Máté Szalka, Ibrány, Záhony, Kisvárda és Nyíregyháza mind befejező állomás, ez a hetedik befejező Szabolcs túra állomás. Hány egyesületből mennyien állnak rajtkőre a mai napon? 12 egyesület nevezett erre a versenyre, 237 versenyzővel, ami 814 rajtot jelent, illetve köszönhetjük még a Mezőköves egyesületét is a versenyünkön. Több válogatott versenyzőt neveltek, rájuk milyen versenyek várnak a nyári időszakban? A nyári időszakot most kezdjük el. Az első megmérettetés a nyílt vízi OB lesz. A nyílt vízi OB-n ugye Buskó Csengével, illetve a jövő bajnokaival minden versenyző fog indulni, aki a jövő bajnokai programban részt vesz. Utána pedig a Serdülő OB, a Serdülő Magyar Bajnokság kezdi Hódmezővásárhelyen a sort, és innentől kezdve a delfinek, a gyermekek, illetve az ifjúsági bajnoksággal zárunk. Illetve a legnagyobb megmérettetés, ami az idén 8 naposra terveződik, úgy, mint a világbajnokság programja, az a Magyar Felnőtt Bajnokság Győrben lesz. Esetleges nemzetközi megmérettetések. Bízunk benne, hogy sikerül. Ugye Csenge volt benne a Bakuban az Eurogames csapatában, illetve utóbbi időszakban ugye kikerült a csapatból, viszont a nyíltvízi OB megpróbáljuk a svájci EB-re való kvalifikációt, ezért is a jövő hét nagyon fontos a számunkra, hogy megpróbáljuk elcsípni a svájci versenyen való részvétel jogát. Ilyenkor, mikor ugye versenyek vannak, a felkészülés más, mint a tavasz időszakban? Mindenképpen, és ezt köszönjük a Sóstónak is, hogy lehetővé teszik nekünk. 50 méteres úszodába tudunk reggel is edzeni és délután is, ugye ez igaz nem volt így, illetve kicsit meghosszabbodtak az edzés ideink, és kitolódtak a versenyszezon végéig, ami azt jelenti, hogy augusztus elejéig mi kőkeményen fogunk edzeni. Buskó Csenge nevét említettük, de említsük meg még azokat is, akik rajta kívül minőséget képviselnek. Így van. A Szuroscsák Ivet, aki tavaly ugye ifjúsági bajnok volt, ő is válogatott, ifjúsági válogatott. A Trizner Olivier, aki a 2001-esek között, a fiúk között nagyon jó reményekkel képviseltet a gyermekkorcsoportban. Illetve a legújabb kis csillagunk, ő, aki országos csúcsot úszott most Szentpéterváron, a Hatházi Dóra, aki 1.04.26-ra javított egy 12 éves országos csúcsot adott át a múltnak. 100 méter pillanatban egy 12 éves országos csúcsot döntött tényleg Szentpéterváron. Mit kell tudni a versenyről, hogy kerülték oda és hogy érezted magad? Jól éreztem magam. Nagy megtiszteltetés volt, hogy részt vehettünk a versenyen, és hát jól sikerült. Milyen erős volt a mezőny? Kikkel úsztál együtt? Nem mondani, hogy nagyon erős volt, de azért voltak vetélytársak. A pillangó azt mondják az egyik legnehezebb, sőt talán a legnehezebb úszás, nem? Te hogy érzed? Szerintem nem nehéz, sőt szerintem a legkönnyebb. Mert jól megy. Ki az edződ, mennyit szoktál úszni naponta? Gyula Sándor, és olyan 5-6 kilométert egy nap. Mi lesz a következő komolyabb versenyed? A gyermekbajnokság. És mit szeretnél ott elérni? 200 pillangon új országos csúcsot. Vasárnap Budapesten a BKV előre stadionjában a Bratislava Monarchs ellen lép pályára Nyíregyháza Tigers a Hungarian Football League elődöntőjében. A másik ágon a Budapest Cowboys és a Budapest Wolves mérje összetudását.
Elégedettek lehetünk az alapszakaszbeli teljesítménye. Persze voltak olyan mérkőzések, a Monarsz, tehát a pozsonyiak ellen, vagy a Wolfs ellen, ahol, hogyha jobban összeszedjük magunkat fejbe, vagy esetleg jobban sikerülnek, jobban begyakoroljunk egy-két taktikát, akkor nem biztos, hogy ilyen nagy előnnyel nyernek, vagy akár tudtuk volna fordítani is azt a mérkőzést. De itt most jelen pillanatban ez volt a cél erre az évre, hogy be kell jutni a rájátszásba. Rájátszásban vagyunk, a továbbiak már ajándék, örömfoci. Azt mondtátok, hogy az a cél, hogy edzésről edzésre, meccsről meccsre fejlődjön a csapat, és mostanra jöjjétek el a top formát, így van? Azt mondhatom, hogy sikerült ezt beállítani, hogy mennyire fogjuk tudni lehozni a pályán ezt most az elődöntőbe, hogy mennyire jön ki ez a forma, az megint majd az adott pillanat kérdése, illetve a fejekben a mentális összhangnak a kérdése, de igen, sikerült egyre jobban fejleszteni olyan játékok, például vannak olyan játékok a tarsolyban, amit még nem is mutattunk meg, soha nem is játszottunk, ezek működnek, edzésen működnek, egymás ellen a két csapatrész tudja, hogy mit kell csinálni, tudunk támadni belőle, meglátjuk, hogy a pályán hogy fog muzsikálni. Az első meccset, amelyet a Monarszra játszott, azok elmondhat, hogy gyakorlatilag feladtátok, most ez egy másik mérkőzés lesz, ráadásul egy elődöntő, amelyen minden előfordul, az hogy érzed, milyen esélyekkel léptek majd pályára a BKV stadionjában? Feladni picit talán rossz szó, de egyébként igen, tehát fizikálisan elfáradt az egyesület, ugyanis egy sérülés hullám után nagyon sok hiányzóval, nagyon sok kezdőjátékos hiányával mentünk el oda, tehát 24-en játszottunk a pozsonyi stadionba. Fizikailag teljesen elfáradtunk a második fél kezdetére, és igen, hát ez igen, akkor az, hogyha lehet így, akkor feladtuk, de inkább nem azt gondolom, hogy feladtuk, hanem elfáradtunk. Ez egy másik mérkőzés, itt hajtani kell, küzdeni kell, nincs nyomás, nincs nyomáskényszer, mert nekünk nem kell döntőt nyerni, nekünk nem kell döntőbe menni, nagyon jó lenne, de nem kell. Örömfocit fogunk játszani, mindent meg fogunk tenni, talán, hogyha egy picit vidámabb lesz a nyomás nélküli hangulat, még jobban is működik, aztán bármi lehet. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!